Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Varga Jánossal beszélgettünk az elmúlt adásunkban. Varga János mérnök tanár pályaívéről, a gyermekkorától egészen a nyugdíjazásáig. És most eljött az a pillanat, amit ígértem önöknek, hogy a szakmai beszámoló után megnézzük, hogy mi mindenről ismerszik meg egy olyan mérnök tanár, aki rendkívüli tehetséggel bír, hiszen számtalan olyan publikáció fűződik a nevéhez, és olyan történeteket, tudománytörténeti, matematikai, fizikai cikkek jelentek meg itthon, Amerikában, Kanadában, Erdélyben, a legjelentősebb szaklapokban, hogy erről nagyon is sokat fogunk tudni beszélni. Ott hagytuk abba, hogy 2010 óta Varga János nyugdíjas. Tisztelettel köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No. Ugye ön azt írja, hogy 76 óta teniszezéssel, úszással, kerékpározással töltötte az idejét, de amiről mi beszélünk, az a tudománytörténeti, matematikai, fizikai történet. Korán sem véletlen, hogy ez a sok minden itt van az asztalunkon. Kezdjük azzal, hogy melyik volt az az első publikáció, amelyet megemlítene, hiszen amely egy gépészmérnök tanár számára is újdonság erejével hatott, hogy belásta magát a tudományba, hiszen ez korán sem természetes a mai világban. Honnét jött az indítatás? Hát az indítatás egy kicsit régebbről kezdeném. Egyetemista koromból jött mondjuk az érdeklődés a tudománytörténet, kezdetben a technikatörténet iránt, hiszen az előadások közben mindig hangzottak el kiváló mérnököknek a nevei, és nagyon sok magyar mérnöknek a nevét megismertük az egyetemen, Bánki Donát, Galamb József, és pont a Galambot szeretném kiemelni, hogy aki a Forte autót tervezte Amerikába, az ő nevét is megemlítette a Terplán Zénó professzor, akkor én még nem tudtam, hogy a Terplán Zénó valójában egy ilyen galamb szakértő. Ezt körülbelül egy éve kerültem kapcsolatba Makón a múzeum igazgatójával, és ő említette, hogy hát ő már nagyon régóta kapcsolatban van a Terplán professzorra, és hát ő is nagyon sok anyagot adott neki, és kapott tőle. És akkor a Terplán, aki egyébként ilyen a bolygóműves hajtásnak volt a szakértője, és a Galamb József pont ezt találta föl, a bolygóműves hajtást, és ezt alkalmazta a Forte modellbe, ami világhírű lett, és ezáltal hát Galamb is világhírű lett, de maga mondhatom, hogy ezzel az autóval vált igazán nagyjá a Ford, mert 15,7 milliót gyártottak belőle. Tehát itt az egyetemen hangzottak el olyan nevek, amik úgy felkeltették az érdeklődésemet. Mondjuk műszaki területen. Még egyet mindenképpen szeretnék érdekességként elmondani, és hogy a humán meg a reál terület, hogy milyen ügyesen összetud kapcsolódni, és az én esetemben ez nagyon sikeresen bekövetkezett. A Miskolc Egyetem az nem egy ilyen szakbarbár képző intézmény volt, hanem ott igen élénk ilyen reál élet is folyt, filmkub volt, például a Réz András a híres filmesztéta járt le, és néztünk egy valami filmet, egy Elia Kazán filmet, és utána megbeszéltük, vagy kurzusokat tartott a Végvári professzor a reneszánsz festészetből. És önálló esteket adtak híres színészek, humoristák, például Sándor Györgyel, ott láttam először. És akkor az egyik alkalommal a Szolnoki Szigligeti Színháznak a színésze tartott egy előadást, egy monodrámát adott elő. Kocsis István erdélyi írónak van egy nagyon szép monodrámája, hogy Bolyai János estéje. És hát én úgy döntöttem, hogy megnézem ezt a monodrámát, de nekem van egy rossz tulajdonságom, ezt szegény édesanyám, ami sokat szenvedett, hogy én mindenhova így az utolsó pillanatban érek oda. Általában nem kések, meg nem is késem le mondjuk a vonatot, vagy a tömegközlekedés is, de úgy, mindig úgy kiszámítom. És hát ez most is úgy történt, tele volt az előadóterem, egy kollégiumi előadóterem, és csak az első sorban volt hely.
és hát nem tudtam hova leülni, oda kellett leülni. Na ez volt a nagy szerencsém, akkor éreztem meg igazán a görög színházaknak a koncepcióját, hogy a görögök is úgy gondolták, hogy a nézőt közel kell vinni a színpadhoz. És olyan hatással, emocionális hatással volt rám ez a monodráma, hogy tehát minden ott játszódott előttem, szinte úgy beleéltem magamat, és maga ez a Bolyai Jánosnak ez a tragédiája is annyira megkapott, és ettől a pillanattól kezdve nyugodtan mondhatom, hogy én elkezdtem foglalkozni a bolyaiakkal. Tehát ne kerteljünk, bele szerelmesedett a bolyai életműbe, ugye a legnagyobb matematikusunk egyikéről van szó. Így van. És ez a mai napig tart, hiszen mielőtt elárulom, hogy a bolyai kultusz népszerűsítője jelzős szerkezettel ruházták, feltüntették ki, ehhez viszont nagyon-nagyon sok szakmai útmutatást kellett adnia mindazoknak, akik a matematikával foglalkoznak. Beleásta magát a bolyai életműbe? Szó szerint attól kezdve kezdtem el gyűjteni minden publikációt, könyvet. Ez tart a mai napig. Nekem egy ilyen külön könyvtáram van. Vannak ilyen egész kuriózum könyvek, amik nagyon értékesek, de egy bolyai kutató barátom járt nálam, és megnézte a könyvtáramat, és azt mondta, hogy János, azt mondja, itt több anyag van, mint az Eötvös Loránd Egyetemnek a könyvtárában. És minden bolyai kutatót sikerült személyesen megismernem, ez tart mai napig. Ezt a titulust, amit az előbb ön említett, ezt épp a Veszeli Tibor, a leghíresebb, egyik leghíresebb bolyai kutató, később barátommá vált, adta nekem egy konferencia alkalmával, és hát én tényleg nem, magamat nem tartom bolyai kutatónak, hiszen nem járok levéltárakba, de amit a bolyai kutatók írnak, azt én, hogy úgy mondjam, elolvasom, földolgozom, megtanulom, népszerűsítem, és hát ez, amikor az Arévnél dolgoztam, akkor volt egy ilyen, hogy szocialista brigád mozgalom. És akkor hát mindenféle ilyen kommunista nagyságoknak a neveit vették fel a brigádok. Én, nekem sikerült meggyőznöm, hogy egy időt álló nevet válaszunk, és már akkor az én javaslatomra a mi brigádunkat Bolyai János brigádnak írták. Kicsit elmondhatja, ugye én Vasváriba jártam középiskolába, és a matematika-fizika tanteremben a fönt volt egy bolyai idézet, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. Úgyhogy megértem önt bizonyos értelemben, annál is inkább, mert hogy ugye Bolyai mellett ott volt önnek Neumann János, és ahogy olvasom, hogy mindkét tudós leszármazottaival tartja a kapcsolatot, tehát az edelényi Bolyai János farkassal, aki Bolyai János dédunokája, illetve Neumann János Amerikában élő Maria von Neumann-Wittmann közgazdász professzorral, aki a lánya Neumann professzornak. Hogy került közel ezekhez az emberekhez, hát, és miről beszélnek? Kezdjük mondjuk a Neumann Jánosnak a lányával. Hát Neumannak egy gyermeke van, a Marina von Neumann-Wittmann, aki 1935-ben született, és 2003-ban volt a Neumann halálának a 100 éves évfordulója Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián. Ez egy több napos rendezvény volt, ahová én elmentem, és ott több híres tudóssal találkoztam. Hát többek között ott ismerkedtem meg Marina von Neumann-Wittmannnal, de hát ott volt például a Csár Simonyi, például aki később a Microsoftnak lett az esze, vagy Mandelbrot, aki a Neumannak volt a kollégája. Tehát oda meghívtak olyan embereket, akik vagy együtt dolgoztak a Neumann Jánossal, vagy hát az informatikának a tudósai voltak. És akkor én adtam ajándékba neki egy gyufás dobozt a Marina von Neumann-Wittmannnak. Hát hirtelen nem tudtam, de olyan szerencsém volt, hogy a gyufás doboznak a címkéjén a Sisi magyar királyné volt, és úgy gondoltam, hogy mint nőnek ez talán úgy tetszeni fog. És ugyanakkor, amikor átadtam neki ezt a kis anyádnikot, azt mondtam, hogy hát azért választottam a gyufát,
mert ez egyrészt egy magyar találmány, pont az az ember találta föl, aki a szomszéd faluba, hogy úgy mondjam, élte le az életét vértesen, ez Cserekertől 10 kilométerre van, és akkor még azt fűztem hozzá, hogy hát valószínű, hogy én úgy gondolom, hogy az ön édesapja is egy ilyen láng volt az informatika egén, és titokban beleírtam a gyufaszálak alá, a doboz belsejébe az e-mail címemet. Reméltem, hogy hát, ha ezt egyszer előveszi és válaszol rá. Na, de sajnos ez nem következett be, úgyhogy én ezen ismeretség kapcsán azért a hivatalos e-mail címét megszereztem, és akkor írtam neki. Ja, még egy apróság, hogy akkor elvittem, a Neumann Jánosnak van egy könyv, hogy a számológép és az agy. Ezt életének az utolsó periódusában írta, amikor a Yale Egyetem fölkérte egy ilyen életmű előadás sorozat megtartására, de akkor már Neumann rákos volt, ugye már megfertőződött az atombomba robbantások miatt, és már nem tudta megtartani ezt az előadás sorozatát. Helyette azt hiszem a felesége olvasta föl, de azért nyomtatásban megjelent, így töredékesen is, és akkor ezt a könyvet vittem, és ez dedikálta nekem a Marina von Neumann-Wittmann, úgyhogy van egy nagyon értékes dedikáció. És akkor hát ezt is lefotóztam, elküldtem neki, emlékeztetve, hogy mi már találkoztunk, és utána hát Neumannal szintén hasonlóan a bójaihoz elkezdtem így nagyon mélyen foglalkozni, minden információt megszerezni, és úgy gondoltam, hogy hát igaz, hogy a levéltári kutatások is fontosak, de talán a még élő leszármazottak is rendelkeznek olyan információkkal. Tehát ha csak ez megerősítve egyébként, hogy ugye hát a Bolyai János Matematikai Társaságnak tagja, tehát ez egy fontos lépcső, de ha tovább megyünk, hogy mennyire fontos a személyes kapcsolat akár írásban is, a jelenben, hogy ugye levelez Teller Ene atomtudóssal, levelez Szentgyörgyi Albert harmadik feleségével. Ők hogy kerültek képbe? Érdekes, hogy még ehhez a Neumannhoz egy adalékot, hogy én utána elkezdtem előadásokat tartani Erdélybe, felfedeztem, hogy ott minden évben van tudománytörténeti konferencia, és mivel már ilyen nagy háttértudásom volt, úgy gondoltam, hogy a Bolyai János mellett a Neumann Jánosnak az életművét is célszerű megismertetni, és ezt oly módon tettem, hogy ilyenkor egy ilyen nagyon intenzív levelezési fázisba kerültem a Marinával, ostromoltam csomó kérdéssel, és hát ezekre úgy látszik, megnyílt, és nagyon szívesen válaszolt. Amire nem tudott válaszolni, akkor megírta, hogy ne haragudj, János, azt mondja, én akkor 12 éves voltam, és engem abszolút nem érdekelt a politika, ha véletlen ilyen jellegű kérdést tettem föl. Úgyhogy sok mindent megtudtam Neumann Jánosról, úgyhogy azok nem voltak még sehol publikálva, és akkor ezeken a konferenciákon előadtam. És hát így az egyik konferencián a konferencia résztvevők írtak egy képes lapot Magyarországra a Bolyai János dédunokájának. És akkor ezt mindenki aláírta, hát én nem akartam ilyen tolakodó lenni, hiszen ott mindenki tudományos fokozottal rendelkezett, szerintem engem kivéve ezen a konferencián. Én utolsónak írtam alá ezt a képeslapot, és lefotóztam, levideóztam. Akkor hazajöttem, akkor gondoltam, hogy hát megvan a cím, hát írok ennek az embernek. És akkor megvolt, Edelénybe dolgozott, ez az ember robbantó vályár volt. És valóban Bolyai Jánosnak a dédunokája, tehát nem ukonoka, arra gondolnánk, hogy mikor született. A gyerekeknek szoktam ezt a memorizálási trükköt mondani, hogy lehet könnyen megjegyezni, hogy mikor élt Bolyai János, hogy pontosan Kossuth születésétől Széchenyi haláláig. Most nem is mondjuk meg a nézőknek, aki tudja, azt tudja fejből. Én tudom, igen. No. És akkor így kerültem, és akkor ő válaszolt, akkor a telefonszámot is sikerült megszerezni, és akkor egyik alkalommal meghívott Edelénybe, és egy nagyon kellemes ilyen hétvégét töltöttünk el. Tehát így kerültem kapcsolatba a Bolyai vonalról, és hát neki ott vannak olyan dokumentumai, ami még nem is lettek úgy publikálva. A
Telleredével pedig, mint fizikatanár kerültem kapcsolatba. Igen, ezt azért akartam külön kérdezni, mert hogy az egyik oldal az matematika, szintiszta matematika. Bár tudjuk, hogy a matematika és a fizika kézen fogva jár minden értelemben. Tehát akkor tehát a fizika is felkeltette az érdeklődést. Hát a fizikát mondhatom, hogy azt igazából a mérnöki szakmám indukálta ezt az érdeklődésemet. Tehát hát a gépészmérnöki területen, hát mondhatom, hogy minden fizika. Tehát minden gép legalább egy vagy több fizikai törvénynek a megvalósítása. Röviden így tudnám megfogalmazni. Tehát fizika nélkül mérnöki tudomány nem létezik. És hát akkor már egyetemen én nagyon szerettem a fizikát, bár akkor nem voltam ötös fizikából, de nem is bukdácsoltam, és egy nagyon kellemes élményen fűződik a Kármán Tódorral kapcsolatban egy történetet szeretnék elmondani, mégpedig az, hogy a Kármán Tódor a világ egyik legnagyobb ilyen áramlástani szakértője volt, a szuperszónikus repüléstudománynak az atya, és konferenciákra gyárt, és neki az volt a szokása, hogy ha tetszett neki egy előadó, akkor azt meghívta ebédre. És azt mondják a szakmai körökben, hogy nem a Kármán érem a legfontosabb kitüntetés vagy elismerés, hanem az, hogy megkérdezik egymást, hogy hívott már meg a Kármán téged ebédre? És a mi professzorunk, a Cibere professzor, aki az áramláston tanította, állítólag azt Kármán kétszer hívta meg ebédre. Úgyhogy ez nagyon nagy kitüntetés volt. És az áramlástan vizsgára készülve, ami az egyik legkeményebb tárgy volt, tehát ott valaki nem bukott meg, az már ment a tejbárba, az volt az egyetemi kocsma, és ott leitta magát, hogy átment áramlástanból. És akkor volt egy barátom, egy tankörtársam, és mi hármas írásbelit írtunk, és megkockáztattuk, hogy elmenjünk a Ciberéhez az ötösért. Hát megmondom őszintén, mikor ezt így bejelentettük, és bementünk az irodájába, így ezen elcsodálkozott, hogy honnan vettünk ennyi bátorságot. És a könyvnek volt egy 40 oldalnyi fejezet az áramlástan könyvünknek, amit előadáson direkt mondta, hogy ezt az átlag hallgatótól ő nem kéri, mert ez olyan bonyolult matematika van benne, hogy ezt a vizsgára nem kell tudni. De hozzátette, ha valaki esetleg mégis ötöst akarna, azért annak igen. És akkor mi ezt a fejezetet, szinte csak ezt megtanultuk, bementünk vizsgázni, hát természetesen az első kérdés ebből a fejezetből volt, meg az összes többi. És bármit kérdezett a Cibere, mi a barátommal mindenre tudtunk válaszolni. És erre azt mondta, hogy hát látom, maguk nagyon jól fölkészültek. Én úgy döntöttem, hogy megajánlom, megadom maguknak a jelest, és akkor beírta. Na, azóta is erre a jegyre vagyok a legbüszkébb, erre a vizsga eredményemre, és egy miskolci professzorral megismerkedtem, és egyszer írta nekem büszkén, elküldte az indexének a másolatát, hogy ő hármasra vizsgázott Ciberénél. Na erre én visszaírtam, neki szerényen lefény másoltam az én indexeket, hogy én meg ötösre. No, Szent Györgyi Albert. A Tellert. Ja, Tellere, de hiszen a hidrogénbomba. Igen. Feltalálója. Hát a Tellerrel, mint fizikatanár kerültem kapcsolatba, de igazából egy olyan előtörténetem van Tellerrel kapcsolatban, hogy én már egyetemista koromban olvasgattam a Magyar Hírek című újságot. Ez volt az egyetlen lap, amelyik a külföldi magyarokról, hírességekről hírt adott. Más publikáció akkor a Kádár időszakban nem nagyon volt, de ez a Magyarok Világszövetségének alapja volt. És én ebbe olvasgattam, persze Tellerről tudtam, de egyéb hírességek, akikről nem tudtam, vagy sikeres vállalkozók lettek, vagy mit tudom én, abból tudtam meg, hogy az Intelnek a legfőbb vezetője, az is egy magyar származású ember, ráadásul ő találta ki a mikroprocesszort, meg ilyeneket tudtam meg belőle. És ebben olvastam én, hogy egy Szeged környéki református pap kikerült Amerikába, és arra tette fel az életét, hogy összegyűjti az amerikai magyarokkal kapcsolatos minden információt, újságcikkeket, és egy hatalmas archívumot hozott létre,
és amikor meghalt, ezt a szegedi Somogyi könyvtárra hagyományozta, mondván, hogy ez a könyvtár indította őt el a művelődés útján, és egyszer Szegeden üdültem a családommal, bementem a könyvtárba, és ott minden emberről külön dobozba voltak a cikkek, tehát külön tellerről több is volt. Naima János, Szilárd Leó, amit tudott ez az ember összegyűjtött, amit fizikailag nem tudott megszerezni cikket, az pedig a kongresszusi könyvtárnak a katalógus céduláját oda berakta helyére. És akkor így volt több olyan doboz, ami nekem nagyon tetszett, és a könyvtáros olyan kedves volt, hogy lemásolta nekem, és így megkaptam a Teller dobozt, amiben volt 104 cikk. Gyakorlatilag Amerikában, amit írtak róla, a különböző újságok, jót, rosszat, az itt mind egybe volt gyűjtve, és pont akkor hallottam a rádióba, hogy megy ki a Magyar Rádiónak a főmunkatársa, Zelei László Amerikába, és egy ilyen életrajzi beszélgetést csinál a Tellerrel. És akkor én fölhívtam az elejét, és mondtam neki, hogy nekem van egy nagyon érdekes anyagom, 104 cikk Teller, hát azt mondja, hát ez feltétlen érdekel, föl tudná ezt hozni, és akkor fölvittem a Magyar Rádióba, és akkor hát ezt jól föl tudta használni a Teller interjúhoz. És azt úgy hálálta meg nekem, hogy majd később, amikor sok interjút csinált vele, és ez könyvalakban megjelent, az egyik alkalommal, amikor ment Washingtonba, az Amerika Hangja Rádióban volt a beszélgetés, akkor egy ilyen könyvet vitt, egy ilyen példányt, és dedikáltatta nekem a Tellerre. Úgyhogy az másik ilyen értékes könyvem. És akkor a levelezés, amire ön is hivatkozott, az pedig úgy történt, hogy a Teller, hát nem ő, gondolom, hanem ott a kollégái, nyitott egy ilyen weboldalt, egy ilyen fórumot, Ask for Teller, kérdez Tellert, és akkor ide lehetett e-maileket írni, és én is írtam erre a oldalra, és meglepődtem, hogy napokon belül jött rá válasz. És akkor így elkezdtünk így levelezgetni, én kérdeztem, ő válaszolt, és több ilyen levélváltásunk volt. Hát különösen, amikor megtudta, hogy magyar vagyok, meg még fizikatanár is, akkor szinte amit kérdeztem, így mindenre válaszolt, és akkor egyszer úgy megkérdezte tőlem, hogy maga hová valósi. És akkor én nem írtam meg neki, hogy Cserekert, hisz biztos voltam benne, hogy fogalma nincs, hogy hol van Cserekert, hanem egy Adi versnek az első két sorát a Dankó című versből azt írtam be, és azt írtam neki, hogy kanyargó ér mentén fekete magyar föld volt az én testemnek életet adója. Hát a szerkesztő nem hiszi el, jött a válasz, azt mondja, hogy maga is szereti Adit. Megismerte a versből, és akkor később kiderült, megtudtam, hogy Tellernek Adi volt a kedvenc költője. És így történt közöttünk levélváltás. Ezt meg is írtam egyszer egy ilyen nagy gyűjteményes cikket, publikáltam a História Scientariumban Erdélybe, ahol összegyűjtöttem a híres fizikusoknak, tudósoknak a véleményét fényképekkel illusztrálva a Telleredéről, és akkor a végén az epilógus fejezetben megírtam ezt a kis halványtörténetemet a Telleredével. Személyesen úgy nem találkoztam vele, ami hát úgy bánok, de hát nagyon nehéz egy ilyen emberhez úgy hozzáférkőzni. Mint ahogy nekem sincs, mert most el kell búcsúznunk, tehát a Tellerede volt az epilógus, és kedves nézőink, én ígérem önöknek, hogy Szent Györgyi Albert és Varga János kapcsolatával folytatjuk a következő beszélgetésben. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!